Ha új vagy a dekorálásban, vagy egyszerűen nem tudod, hogyan dekoráld az otthonod, ez a videó hasznos lesz, mert olyan dizájnhibákról fogok beszélni, amelyeket a legtöbb ember elkövet, és azt is megosztom, hogy hogyan is tudod elkerülni azokat. Nem tesztelni a festéket, mielőtt megvennéd. Határozottan megtörtént velem is a kezetekben, amikor például átalakítottam a kis szobámat, megvettem egy egész doboz festéket, ami nagyon nem tetszett végül, el kellett mennem venni egy másikat, szóval veszettem időt és pénzt is. Nyilvánvalóan felhasználtam végül az első festéget más projektekre, mert mindig szeretem felhasználni azt, amin van, de visszagondolva nem volt okos húzás, nem venni festékmintát vagy legalább festékkártyát. Persze le csekkolni a szint hogy vagy a festékdobozon is rajta van, de nem fogod látni az igazi szint. Festékkártyák segíthetnek a színválasztásban, de festékmintát még jobban. Meg tudod nézni a falon, melyik szín néz ki jobban, azt is vett figyelembe, hogy a fény változik a nap folyamán, ami befolyásolhatja a festék szint is. A festék mintákat pedig fel tudod használni később akár bútorfestésre, vagy ha akarsz készíteni egy faliképet. Dekorálni sok kis kiegészítővel. Amikor sok kis dekor elemet használsz, az a helyet kupissá teheti, nem stílusos egyáltalán. Csak mert van sok dekor tárgyad, amit szeretsz, az nem jelenti azt, hogy jól is néznek ki együtt. Tárolhatod őket dobozokban, és kicserélheted őket szezonálisan. Igazából, amit fontos megjegyezni, az az, hogy amikor dekorálásról van szó, a kevesebb több. Például használhatsz egy nagy faliképet is, sok kicsi kép helyett, a szobád is nagyobbnak fog tűnni, és sokkal elegánsabb szebb hatást érhetsz el. Nem rendszerezni dekorálás előtt. Említettem ezt már egy korábbi videóban: ha szeretnéd dekorálni az otthonod, először meg kell szabadulnod azoktól a dolgoktól, amikre nincs más szükséged. Adományozd el, adod a barátaidnak, vagy dobd ki, ha már nem mentetőek. Így fogod látni, hogy mi is az, ami hiányzik, és mit kell venned. Nem lesznek fölösleges dolgok az otthonodban, amelyek semmilyen célt nem szolgálnak, minden rendszerezve lesz, ami nem csak a házat teszi szépé, de te is jobban fogod érezni magad. Nem használj növényeket. Növényekkel egyértelműen szebbé teheted az otthonod, életet hozhatsz be a házadba. Használhatsz műnövényeket is, ha azok a preferálod. Minden stílushoz és színpalettához jól passzolnak, a zöld színük semleges színek számít, amikor otthon dekorálásról van szó. Az igazi növényeknek van egészségre gyakorolt jótékony hatásaik is, tisztítják a levegőt és nyugtató hatásúak. Látható kábelek mindenhol. Egyértelműen kupisnak, rendszertelennek hat, amikor túl sok kábel látható a szobában. Kihívást lehet elrejteni őket, főleg, hogy annyi elektromos eszközeink vannak manapság, de vannak panelek, kábelburkolatok, amelyekkel elrejthetjük a látható kábeleket. Rögtön szebbé és rendszerzetté varázsolhatják a helyet. Dobozokban is elrejtheted a kábeleket, hosszabbítókat, olcsó megoldás és nagy változást érhetsz el vele. Vannak olyan íróasztalok is, amelyeknek van olyan tartó eleme, ahova el tudod rejteni a kábeleket, hasznos lehet, ha sok elektromos irodai tárgyad van. Túl kicsi szőnyegek használata. Amikor szünyegekről van szó, minden nagyobb, annál jobb. Egy nagy szőnyeg a bútor alatt tágítani fogja a teret, és elérheti, hogy a szoba nagyobbnak tűnjön. Kis szünye nem csak furán fog kinézni, de kisebbíti is a helyet. Szőnyegekkel egyébként fel is oszthatod a szobát területekre. Nem hagyni üres helyeket. Említettem már, hogy legtöbbször nem látom értelmét minden egyes sarkot kitölteni valamivel, vagy minden falra fératni egy képet. Ha minden helyet kitöltesz valamivel egy szobában, azzal azt éred el, hogy rendszeretelnet néz ki a hely. Ha úgy érzed, túl sok minden van a szobában, akkor próbálj meg elratni pár dolgot, és látni fogod, hogy már is sokkal szebben néz ki, és teljesebben fogod érezni magad. Nemet mondani kiegészítőkre. Határozott a nevét túlzásban, de szükséges, hogy használj pár dekor elemet, hogy otthonosabbá és hivogatóbbá tett az otthonod. A szoba kiegészítőt nélkül unalmas és üres lehet. Nagyon jól meg tudod mutatni a személyiséget dekor tárgyakkal. Ha alapjáraton a natúr színeket szereted a falakon és bútorokon, akkor pár színes dekor elemmel feldobhatod a helyet. Falhoz tolni a bútorokat. Beszéltem erről abban a videóban, amelyben megosztottam tipeket, hogyan el, hogy kis szobáid nagyobbnak tűnjenek. Hogyha minden bútort a falhoz tolsz, akkor azzal úgymond körben alazod a szoba formáját, hangsúlyozva a méretét, legyen az nagy vagy kicsi. Ha csak egy kicsit is elhúzod a faltól középre, akkor a szemed arra fog fókuszálni, és nem a szoba méretére. Valamint ezzel otthonosabbá teheted a szobát, könnyebben lehet közlekedni a bútorok között, és egy nagyszerű helyet alkítasz ki beszélgetésekhez. Csak szimmetriában gondolkodni. Ha akarsz egy időtlen dizájnt a házadban, akkor kombinálnod kell a szimmetriát és aszimmetriát. Szimmetrikus dizájn harmóniával kapcsolható össze, de ugyanakkor unalmas is lehet. Aszimmetrikus dizájn érdekes, dinamikus lehet, szóval a kettő kombinálásával egyensúlyt érhetsz el az otthonodban. Ne félj kísérletezni, ha szimmetriát preferálod, akkor csak használj egy aszimmetrikus dolgot, már is érdekesebbé teszi a helyet. Szóval ezek voltak a legtöbbször elkövetett dizájnhibák, remélem hasznos volt a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, és hamarosan találkozunk.